11. ének. Így Allá bosszúját meg. Hilosvai. Kémeitől Lajos megtudá azonban, hogy Durazzó Károly ott volt alattomban, mikor Trója várost a Vajda bevette. Elfoghatta volna, úgy hiszi, s nem tette. A dolog így történt, király lobogóját kitűzé a város, s küldötte adóját, hogy Lacfi hadával oda bé ne menne, sietve urához megegyezett menne. Pedig ott volt Károly és gyülevész csapatja. E színmutatásnak ő vala az atya. Ha sikerül, hát jó. Ha nem, ő halálig védi ezen várost, népe is egy szálig. Sikerült. A Vajdán megesett a csorba. Nem tudta, mire érik ebbe a bokorba. És csak azért hallgatja Lajos neki ezt el, mert szinte gyanakszik, s komolyan neheztel. Most meg az a hír jött, hogy Beneventónál új sereget Károly toborzani próbál, Zsoldjába elébb is felfogadá Wernert, kit Lajos rablásért Melfi alól elvert. Onnan a Verszához? Vagy Lajos elébe készül-e a Károly s a taránti népe? Semmit is a kémek ez iránt nem tudnak, sem ezei haddal szembe mikor jutnak. De a várvívásnak nincs vége se hossza. Legelőbb az útban meghódol a Konza. Azután Kontúrszi város alá mennek, sarcot vet a király lakóira ennek, mert részire állt volt, elvette aranyját. Most ellene fordult, s élteti Johannát. Vete hát bírságot rá, s két napig ülle, míg azt lefizették. Hada is körüle. Ez alatt, mint szokta a táboron által lovagolni, olykor kevesed magával, olykor egyedül is, hogy a helyet lássa, merre miképp légyen hadamozdulása. Talált egyedül most lovagolni messze, hol a szelevíznek folyása van össze, magánál öregebb s hosszabb folyamokkal. Ő végteti mégis nevét fel azokkal. Hanem a folyócska valamostan áradt. Lónak is a sodra veszedelmes járat. Nézte Lajos, nincs-e porondja füzesse, hol seregét holnap biztan átvezesse. Kunyhót veve észre, gabaítva gajból. Egy olasz ifjút is, hogy kijöve abból. S két lovat, amely ott legelt vala pányván, eloldva itatja a folyamlapáján. Intett neki kézzel, s hívta olasz nyelven, távol se gyanítva, hogy Reá ismerjen. Amint közelebb jő, kobzos ez, úgy látja, kihadánál cselleg, mint Toldi barátja. Nosza, ugras bejjebb, szolgám, szeredai. Elkap a víz, felség. Sebes áre mai. No, ne félj, akarom látni, vajon reggel át lehet-e úszva kelni a sereggel. Maga lován kobzos, ahogy üle, s féken vezeté a pejkót, kézi vezetéken. Befelé megindult a ragadó árnak. Már hasig a lovak, már szügyig is járnak, már a hab elomló serényökkel játszik, úsznak egész testtel, csak a fejük látszik, már libeg a kobzos, nem is ülhet szőrén, s elbudjon a gyors víz árja lesöpörvén. Sarkantyúba kapá holdas aranypejjét, s ahol elébb a kobzos látta meg a helyét, Lajos azon alul a folyamba ugrat, mely ott karikára sebes örvényt forgat, stajtékká törik a habot örlő habban. Most íme a kobzos, felütődik abban. Lajos a fuldoklót ragadja hajánál, bár érzi, hogy ő is kengyelbe lazán áll. Kengyelbe, nyeregbe már ő se maradhat. Magyar köpenyegje annyi segélyt adhat. Egyedül a partot, hogy eléri úszva, de nehéz ólomtest mind lefelé húzza. Elereszthetné, de nem akarja. Nem, mert ha veszélybe küldte, megmenti az embert.
Vagy maga is ott vész, hogy hír se találja. Ilyen ember volt a magyarok királya. Hanem a Pejkó ezt nem nézi sokáig, odaúsz, mint egy hős, urának uráig. Szép barna sörényét hosszú nyakát tartja, hogy abba fogódzék, ha nem ülhet rajta. Megragad a Lajos nyakon egyik kézzel az állatot, aki néz rá, okos ésszel, Pejkó meg az örvényt hasítja keresztül, s leteszi a parton a királyt terestül. Nyerítve azonnal maga és felvágva hírt adni urának siet a lankákba. Királynak is ott áll holdas arany pejje, rápattan, a kobzost nemhogy elemelje, hanem hogy az élet ápolása véget hozzon az őrszemtől neki segítséget, késő vala. Kobzost fürkészve se látja, megmentéi az alatt remete barátja. Menet a kunyhóba betekint, de senki odabent nem látszik, hívásra se jön ki. Ordas pajzs ott csak jelenti a kobzon, s gyermekfejű bunkó, hogy nincsenek otthon. Vissza tehát Lajos siet a táborba. Hozza-e Kontursi adaját hódolva, s felettetik, amit oly örömest mondok, efféle karandját a királyi gondok. Mert külde Giléti kulcsos averszából követet, hogy nem bír helyt állni a tábor. Vissza Jakab már a Lányi folyón verte. Ha segítség nem jő, veri éppen szerte. István csak azon volt, hogy az egész haddal szálljon averszához koravirradattal, de Lajos azt mondá, van ember elég ott, szem nincs, vezető nincs. Ha magam volnék ott. Nosza, 300 jó lovagot kiválasz, seregette még most oda, ne is fárasz, magam averszához átrusszanok innen, mert hogy elég had nincs, képtelen elhinnem. De haladj, amint az eredeti terv volt, le a tengerpartig, és vedd be Salernót. Mezei csatát is állj, ha talán Nápoly körül a Taranti szembe fog, és Károly. Íme az indulat, mikor erőt vészen a legnemesebb szíven, a legokosbb észen, íme a bosszú, melynek tisztátalan gőzi, a fényes napot is néha befelhőzi. Szerelem magában is elég kegyetlen, szerelem, mint bosszú, csupa telhetetlen. Még bajban nem űzi gyakran mind a kettőt, a tárgyat, a szívet, amely vele megtölt. Lajos úgy értette, hogy Beneventótól Károly kicsi haddal délre ugyan lódul, nem tudni Salernó, Aversa, Nápolynak, mivel útak onnan három fele folynak. Ennek, hogy az útját valahol elvágja, teszi most ki éltét magyarok királya. Istvánnak azonban nem mond erről semmit. Azt hiszi, hogy benne bíznia nincsen mit. Vajda elébb nem hisz a maga fülének, s ellene szól, mintha nem is értené meg, hogy a király oly kis hadat által küldjön ellenséges földön, a nápolyi völgyön. Vezetem, nem küldöm, Lajos riad. Érts meg! Lebeszélni róla, te ne is kísérts meg, hanem a 300 lovagot jó karbon készítsd velem útra holnapi hajnalban. Mit volt tennie más? Vajda kiszemelte, ki az ifjú hős, aki java, lángja, lelke, mellőzve csak önnön lacfirokonságát, mert a király szívét érzi, gyanúk rágják. Útra nehéz szívvel hajnalba bocsátja. Toldi Lajost reggel megütődve látja. Holdas aranypejjén, ahogy 300-zal az Apadni térő folyamon átgázol. Nosza, kobzos nyergej! És utánuk eredve hírt te nekem hoz, ha kerül is éltedbe. Király hova indul-e maroknyi haddal, külön a seregtől, koravirradattal? Szót fogad a kobzos,
s noha el nem éri, szemmel a por felhőt, s nyomokat kíséri. Szintén öregestig, akkor irányt vesztve elbódorog, a vad cserríti hegyekbe. Olaszul német hang üti fülét nyersen. Kopja nyeles vége is a hátát versen. Ki, mi vagy? És hol jársz? Le hamar! Leszálla. Most kell, hogy a kobzos magát feltalálja. Vagyok olasz ember, a Tarantó híve. Magyarok sergétől jövök éppen íme, hogy az ellenségről hírt vigyek uramnak, hol, hogyan és merre, mi szándékkal vannak. Áj, hisz ez a kobzos, igazat mond szája, kémez, lesi, mit tesz magyarok királya. Aztán köd előtte, köd utána menten. Járt a magyar hadnál, még én vele mentem. Most igazat szólj, mert a fejeddel játszol. Szokott-e Lajos még, mint azelőtt, másszor kevesed magával lovagolni félre? S hada hol van? Meddig haladott már délre? Azt titok. Azt tőlem megtudja, nem ám ti, hanem egyedül csak uram, a Taránti. Nem-e? Majd meglássuk, de ne légy, hogy gyermek. Mi vagyunk 300 gyalogi Wernernek, kinek ura mostan Duradzói Károly. Titkot előttünk hát nincs mi okért zárolja. S esküdte vannak, mi pedig utána Lajosnak eladdig leskődni utána. De felelj nekünk az előbbi kérdésre. Hol időz? Miben jár? Mit vehetél észre? Igen, elárultok, haszonért eladtok, tudom a Zsoldért, ti sok ház, ebbe vagytok. Ejnye bolond, értsd meg velejét a szónak, hogy az urunk esküdteve Duradzónak, hogy a magyar királyt élve elfogadja, s Nápolyba bilincsben a kezébe adja. Noha, így van most hát, válaszol a kobzos, mialatt a szája szeme vége fodros, megmondhatom én is, de nem a lábának. Hol is a gazdátok? Neki vagy urának? Károlyjal a gazdánk levonult már délre. Csak old meg a zsákot! Vagy eme kardélre esküszöm, hogy mindjárt eszent pillanatba markolatig döföm jó kardomat abba. Megszeppen a kobzos, úgy látszik, erősen. Ha ez így van, titkát nem rejtheti ő sem. Jöttök, felel, éppen a készre, kapóra. Soha így szerencsés hely, alkalom, óra. Lajos át fog kelni 100 főnyi csapattal holnap-e, még kétes vagy utóbb pár nappal kontúrszi alól a másik táborához, gondolom, és itt vág által Averszához. Vágtak bizony erre hunyorított szemmel a zsoldos katonák egymásnak örömmel, három is egy ellen, könnyű ez a játék, és a szegődött bér mondhatni ajándék. De miért, hogy a dolgot jobban meg nem tudtad? Most mi nap éjszámra lessük, te miattad? Tér nyomodon vissza, s hozd hírt, mikor indul? S nem hoz-e több népet a 100 lovagin túl? Uraim, felelt ő, s görnyede hasfogva, ne küldjetek engem a sárkánytorokba, most is csak nehezen szabadultam én meg, magatok közül egy jobb lesz odakémnek. De szegény, kivált így hiába szabódik, pihenjen, azt mondják, a felkelő holdig, akkor, ahonnan jött, lovagolja vissza, de ne készség, a hírt szaporán meghozza. Vajda pedig, kedves ura miatt gondban, öcseit és Dénest hívja alattomban. Fiam és testvérim, a király ma reggel maga is elment a parányi sereggel. Veszedelem éri útban, igen tartok, mert Károly és Werner meg a zsoldos kardok
Ha Beneventótól a síkra leszálltak, félek, hogy azóta egymásra találtak. Nosza hát egy-kettő paripát nyergeltek, amerre király ment, ti is útra keltek. Nincs-e hamar szükség innenti segélyre, s hogy a duradzói levonult-e délre. A négy fiatal hős gyorsan fogadá azt, maga mellé 50 jó lovagot választ, s merre a verszának a völgyöle tágult, a király nyomain sebesen elszáguld. Doldi meg, a kobzost várva türelmetlen maga is éppen már, vala készületben, mikor a négy lacfi kis csapatát látja, nosza, Pejkót ő is utána bocsátja. Már megtudom, úgymond, mi az oka ennek. Akkor egész este éjszaka is mennek, hajnal előtt rájuk szembe jön a kobzos, körülállják a hírt, amelyet ő most hoz. Elmondja, királyt itt hogy akarnak fogni? S hogy szedte rejá? Most az első dolog mi? Csak az a baj, szép néz, hogy kevesen vagytok. Nem, felel egy mély hang. Hol ez ostor csattog? S pattant a erőset egy valaki hátul. Tudják, hogy a hang jött a veres baráttól, aki ha velük tart, 50-en se fáznak a szemibe nézni, 3 gyalog száznak. Vezeté a kobzos odahol, fektökben, feketélnek immár sűrű völgyiködben. Talpra kiált egy őr, de hiszen ugorhatnak, álmos ijegység néz egy katonát hatnak. Körül-körül, mint a jó csikós szokása, tereli tömegbe toldikarikása, s míg ő üti szélről, ha ki mozdul, képen, kötözi, mint kévét, a többi, középen. Útra legott dénes erőlteti nyáját, viteti, mint hátán a cepecupáját. Lesz nevetés, lesz taps a magyar tábornál, a királyfogókat gúnyolni kört formál. De Lajos mindenről nem tud vala semmit, s halva duradzót, hogy várnia nincsen mit, mert a Salernónak vonult e vidékről, folytatta az útját, s odaért baj nélkül. Toldi pedig vissza nem menedénessel, hamar útat vesztett kobzos énekessel, s monda. Tovább nincsen Lacfi körülhelyünk. Jössz te Averszához, mi is átalkeljünk. S minthogy ez a kobzát, amaz is fegyverét, hordja hátán házát, kebelén kenyerét, hosszú tanakodás erre nem is kellett, hanem elkocogtak eleven füty mellett. Gondolta-e? Vagy nem álmodta meg őse, ki van a tábornál, közel ismerőse, szerető rokonja, szép unokahúga, gyöngyszem, zordon acélfoglalóba dugva, gond kis seregével ide a Verszához szakadott, s azóta noha fűhöz fához fordult bátyja iránt, maga sem remélte, szegény öreg anyját bíztatja levélbe. Mert bár soha szóval nem mondta királya, ezer gondjai közt is jut szemerája. Kár még ez a gyerkőc ide a halálnak, maradjon ez élve, hős csemete szállnak. Nosza, vidd el, bátya, s te viselj rá gondot, szólt, mikor útközben elereszték ontot. Nincs a fiú harci hajszára megérve, könnyebben egy várnál ülhet, oda félre. Hallott Anikó hírt a csodabarátról, de annyi mesével toldva elül-hátul, hogy abból sohasem hámozza szegény ki, bajnok erős bátyját, aki test szerinti. Várta tehát, majd várt. Ha várta, ha nem, mert kegyelem szó nélkül, hazamenni nem mert. Tán harcai végén, a könyörök szépen, megadja király azt győztes örömében.
Még a viadalnak sem próbálta sorját, volt alkalom erre, de nem volt bátorság. Képzelete olykor, ha neki bogárzott, az elinduláskor remegett és fázott, de lángba csapá most a király megjötte, ki az egész tábort karéba gyűjtötte, s Lányi folyó hídján, melyet is kont védett, tarta csupán ennyi tüzelő beszédet. Hát, magyarok, vert nyáj, másszor ugyan bátrak, így messze a vártól, biztosak a sátrak. Ez a saruszínyi folyamocska véd-e, hogy haza nem futtok anyátok ölébe. No, imádkozzatok, hogy ki ne apadjon, ideig, óráig menedéket adjon. Én magam a régi sáncok előtt verem királyi sátramat. Magyarok, ki velem? S fordítva serényen holdas aranypejjét mutatá kardjával, had a régi helyét, melyet újföldhányás jelöl és nagy dombok, körötte lapályos, vizenyős rét, zsombok, s indul a 300 bátor lovagával, kit kontúrszi alól hozott el magával, mellette királyi sötét lobogója, Endre halott képe sápad alá róla. Csak az ámulatnak múlt el az a perce, míg tépett fonalát köti az ész össze, csak amíg a füsti elszáll, mikor lőnek, s visszajön hallása a siketült főnek. A riadásba tört ki mind az egész tábor, megragadá harckedv és diadalmámor. Északi szélszárnyán, mondják, ez a lárma, noha majd egy mérföld elhatott a várba, s hozta Jakab mindjárt a haderősítést, megvédeni, akik védik a kerítést, hol elébb giléti, skonttábora állott, ha nem siet, élve nem marad egy szál ott, mert már a királlyal az eleje harcol, hátuljjal sátort szed, igavonót hajszol, közepe nyúl rendben, nyúló rohanásban, szemmel, óhajtással részt vesz a vívásban. Anikót elsodrá a vágy is, az ár is, csak visszakiáltott. Bence, gyerünk, bár is! Nem állhat ellen a királyi szónak, s a deli szép ifjú, bátor buzdítónak. Bence maradt volna, örömestebb távol. Motyogott is egy szót az agyafúrt jányról, de fejvakaró gond, s karcos kötelesség csak utána rántá, nehogy baja essék. Míg a 300-zal maga ment előre a király, helyt állt a tábortanya őre. Fogadák népünket zárt fegyveres arccal, hogy majd visszavetik véres nagy kudarccal, de mikor belálták, hogy több a kettőnél, s hadat a sáskánál, hadat a felhőnél, tetemes betéjőni, melynek soha vége, egyedül futás lőn szívük reménysége. Lajos a futókat messzire nem űzi, győztes lobogóját egy oromra tűzi, hova majd sátrát is rendeli, hogy verjék, s ahova belátszik az egész várkörnyék, hanem onnan azt is egyszeri belátja, hogy amit elfoglalt, még peres a gátja. Perleni birtokból kell neki fegyverrel, s költeni sok jó vért a daliás perrel. Mert Jakab, ugrasztván a futóit szembe, maga is közelg már rohanó harcrendbe. Ahol itt nyomagyon, szól Lajos, ha késen, s száguld a fogadni a tág kapurésen, mert egyebütt védi meredek part, s árok, legalább míg a had utána szivárog, melynek közelít már ugyan első része, s megered a harcok farkas üvöltése. Ott Lajos a 3 válogatott százzal Jakabot bevárta, szívbeli fohásszal, hogy az Isten
Most is céljára segélyes lovagi kalandban, ritka szerencséje. Foly, iszonyú, kin a farkas benne a bárány, betörni kívülről ezer élet árán, fordítni belőrül, sort sor után vissza, mint a barázdákat veti kormánydeszka. Jakab ötször-hatszor, mint eleven falnak fejjel nekiront a maroknyi magyarnak, sor-sor után mindig vissza, hanyat szédül, s már gát van előtte maga emberéből. Akkor veszi észre, hogy az oldalárok csak alig van védve, kicsi a dandárok. Nosza, gyerekség ezt hátba megkerülni, s kezd a diadalnak előre örülni. De Lajos már látta, hogy hátra tekinte, hogy teli a földvár csapatival szinte, s Jakab seregébe mielőtt bemászhat, veri majd vas éket, ama 300-at. Vas éket, amelynek ő maga az éle. Ugrat Jakab ellen, hogy megvíjon véle. Két felül is a harc foly szörnyi robajjal, mint erős hajó küzd recsegő jégzajjal. Láncsára közel van az olasz vár nagyja. Lajos a rúgdat hát csípejénél hagyja, s karddal sújt le Jakab sisakos fejére. Hétszeres halál volt, amit odamére. De kardját az olasz félreüti játszva. Ha csak olyan kell, hát olyat is látsz ma, mond Lajos, és hátrál, s meg előre törvén védi magát, és víj, mint lovagi törvény. S lőn viadal, hosszas, váltva megújuló, hajszálnyi hibán vagy eseten forduló, hogy rajta feledik, kik közelebb állnak szemök e játékán a szörnyű halálnak. Hol az olasz támad is, Lajos a védő, hol visszaszorítja makacs ellenét ő, kard, pajzs, és lónak szája ügyessége, pontot se hibázzon, mert különben vége. Vége is, úgy látszik a bátor olasznak, társai, mert már dől, segítni szaladnak, Lajos egy szúrását hóna alá lopta, hol a mels válvértet kapocs összefogta. Szécsi, az Ivánka már emelé kardját, hogy dőlni segítne olaszok hadnagyját, de király megtiltá neki szóval, szemmel. S hagyta, hogy elvigyék, mondva, vitéz ember. Hanem ekkor, mint nagy rengetegét, sásnak, tipratja tömegét a gyalogláncsásnak, mely a lovak közt és lába alatt fetreng, s lelke szakadtából átkot és vért ökrend. Visszasokott is még, mint taposott féreg, fordítja fulánkját. Erőt ad a méreg, sok jó lovat, embert orozva leszúra, e harc, mely a földből veri most fel újra. De Lajos nyíl kopja sűrű zivatarban nyomja elül, nyomja ellen itt oldalban, serege utána, s körül a sövényből, fut már ki, mint forró víz habja edényből. Diadalon edzett bizadalma ernyed a várbeli népnek, hogy a hír is terjed, mint széltül az erdőt, gyors lász, ha kilelte, hogy elesett Jakab, az egésznek lelke. Nem igaz volt, tudják, akik álltak környül, hanem a hír, amint távolodik, szörnyül. Sokan azt is mondják, hogy a csata veszve, fut a derékhad, s ők kirekedtek messze. Lőn háborodása az egész harcrendnek, csak az édes élet van előtte mindnek. Azt, ha belophatná még egyszer a várba, fegyvere, jól szerzett neve, vesszen kárba. S ekkor Lajos, amint kedveze az óra, kulcsos nagy averszát megnyargalta volna, de Jakab a hosszú ostrom alatt gáttal körülásta véste, ló nem mehet által. Az egész környék egy össze-vissza árok, belévezetve nagy lusta mocsárok.
Gyalogi, ahol átbú, s kicsi lovassága, ott is védi karók sűrű sokasága. Lajos ezt belátván, ameddig ellátott, nem akar így drágán ostromlani gátot. Hadait mindünnen kürtölteti vissza, s kicsi veszteséggel tanyára behozza. Ott az utóhad már, s az öreg giléti szép aranyos sátrát fölvereté néki. Fogadja örömmel, fogadja csodálva, a többi vezér is ott süvegel, állva. S körülhordva szemét szól az öreg nádor. Hazajöttünk ismét, ismerős a tábor. De ha király volnék, felségedet kérem, büntetném az ilyen tettért a vezérem. Mosolyog Lajos rá. Van idő, bátorság. Jobban az őszgondnál dönti csata sorsát. Szerencse serényé. No de, öreg, már most kell ülni, kerülni rendesen a várost. Mert széles, erős öv veszi körül, láttam. Mindenfele árok, sűrű palánk, gát van. Hadunk, bekerítni elegendő sem lesz. Küldök Lacfi után, másik seregemhez. Küldött is azonnal, megírta levélben. Jöjjön, ereszkedvést, hagyjon mindent félben, Károlyt, s a Tarántit, ha lehet, elvágva, új zsoldosival, hogy ne jusson várba. Nem vehetett részt a mai ütközetben, mert tanyahelyéről most ért oda Septen, hol a hadat délnek látja lehúzódni, s nem látja, ki ellen, hova mennek, Toldi. Küldi tehát Kobzost. Lásson, tudakozzon, neki a dologról szaporán hírt hozzon. De Noé hollója odavész hírével, későn jöve csak meg, már csata végével. Hova lett a Kobzos? Amint fut a délre, hogy a harc folyamát közelebb szemléje, paripát lőn észre, mely neki vadultan visszafelé száguld, s hozza urát holtan. Kengyele felcsúszván tartja egyik lábát, maga tört virágként verdesi a kápát. Fiatal, sőt, gyermek nemes apród látja. Megesett a szíve. Hát, ha megél, hát, ha! Szembe lován a vadlovat addig űzte, míg megállíthatta, vezetékre fűzte, s vezetéjó távol a szakadék érre, hogy megmossa sebét, s bekötözze, félre. Sebet ugyan kívül nem lát, se pedig vért, tán sisak elrejti, vagy az acél ingvért. Azt levevé, ezt is már oldani nyúla, ki is olta félig, de hogy elámúla? Sisak alól hosszú, hajadon haj omlik, kebele is duzzat, hogy a vért kibomlik. Oda kapott kézzel, noha öntudatlan, s szeme nyílt a holtnak másik pillanatban. Kebelét baljával megérdve rejté, másikkal az erszényt öve megöl fejté, s oda tartá esdő néma tekintettel, ha menekülhetne a szűzi élettel. Látva, felel Kobzos. Ne legyen félelmed, magyar vagyok én is, Lajos hada mellett. Csal-e ruha, de te, angyala Istennek, hol jársz közelében íj veszedelemnek? Ha magyar vagy, akkor lovag is vagy, mondta a szűz. Köszönöm, de tégy fogadást nyomba, hogy utána nem jársz, nem tudakolsz, s ajkad az egész dologról, míg akarom, hallgat. Fogadá ezt Kobzos, noha fájó szívvel. Mert bizony a lelkét lába elé hévvel odaöntené, ha nem tudja regéből,
mély próbát követel leánya legénytől. Volt ki egész évig, háromig is néha lőn, az óhajtottért fogadásból néma. Lóra segítei hát, rendbehozott fékkel, s megvált a leánytól. Vékony reménységgel. Anikó pedig, mert ki nem ismert már rá, hazament, hol Bence nagy szomorún vár rá, miután a harctért hiába kutatta össze soká, most sír, kesereg miatta. A dolog így történt. Előre csatára sodrá Anikót, a rohanóhad árja, pedig érzi magát ugyan átkozottul, amint lova meg-meghorkant egy halottul, mert ahol most jártak, csatahelye már az. Anikó borzongott, szemesen volt száraz, maga körül látván iszonyát adnak, véresen és csonkán, akik ott jajgatnak. Vissza se fordulhat, de kifelé szélre törekedék, hogy majd ott eloson félre. Kijutott, megállt, hogy egy kicsit nézzen szét, s látja, gyalog, vérben rogyni le, kit? Bencét. Felfordult a világ vele, és előle visszahanyadt ferdén a lovára dőle. Ki, hogy ezt megérzi, és nyakán lazafékét, neki vadult, s vitte lomha nehezékét. Bencének azonban, hogy esett el este? Maga ő magának ezt a bajt kereste, mert hogy Anikóval lovagoltak széltül, s búcsúzni akartak már a kapuféltül. Lát a halott szerben feküdni egy tisztet. No, Bence barátom, ki az ördög kisztet, hogy leugorj azt a holtat kizsebelni? Hét számra fogod a sebb helyét viselni? Kardjával a holt, míg rajta motoz, görnyed, úgy iti orron, hogy hala mindjárt szörnyet, maga is azt hitte. De hogy ez valónak nem bizonyult, most megvallja Anikónak. Vette Salernónál királya parancsát Lacfi vezér, hová odaért mostanság, de falait már is körül özönlötte, hajóit a révben hamuvá égette. Úgyhogy menedék nincs se földön, se vizen, s a várkapitánya titkon odaizen, hogy 1000 aranyért a várost feladja. Nem lenne szavának máskor foganatja, hanem a királynak sietős parancsa rögtön az ostromot, bárhol veszi boncsa, kényszeríti Vajdát urához sietni, liliomos aranyt 1000-et lefizetni. Pedig ebben csel volt. A mestere Károly, ki beszorult, jövén a hegyesebb tájról, ide, Salernóba, hogy kikötőjében átvegye a zsoldost, mely érkezik éppen. Tudni illik az orosz parton e napokba, a taránti herceg Genuától fogva szedeté a zsoldos katonát hajóval, fényes ígérettel, de csak üres szóval, s minthogy maga Nápoly, nyílt tengeri város, ide Salernóba, mely kikötős, záros, rendelte a zagyvasereget, hogy gyűjjön, durazzó hadával itt, hogy egyesüljön. Ami meg is történt, hanem a gyors vajda hamarabb, mint Károly vélte, ütött rajta, beszorítá őket, el is a tengertől, most hemzseg a város gyülevész embertől, akik nem akarnak harcolni hitelbe, lázonganak inkább, zsoldot követelve. Hogy ezt kiteremtse, Károly egyet próbál, és a várkapitánynak maga ezért jót áll. Tűzze ki nagy pénzért magyarok zászlóját, küldje a vajdának kenyerét és sóját, ha seregét innen másfele fordítja, s kapuit a város neki meg nem nyitja. Lacfi siettében elfogadá, mondom, s Aversa felé ment a nápolyi úton. Károly meg a pénzből zsoldosinak vetve, tolvaj hegyi hágon vezetés sietve, hogy elibe vágjon a királyi hadnak, mielőtt a szoros útba nyomulhatnak, hol a Vezúv hegynek mossa lábát tenger, nehogy Lacfi elébe elzárja sereggel. De hegyi mászásban
annyira megkésett, hogy dugva találná haddal e szűkrését, s ha másfele nem tér a vajda, valóban ott rekedne Károly az egérfogóban. De így a szerencse kisegíté Károlyt. Idején elérte palotás Nagy Nápolyt, s hamar egyesülve Taránti hadával siet Averszába, ezzel s csapatával. Johanna pedig már hajón, kikötőben az utolsó kockát várja, lepergőben, hogy tengeren aztán szökve iramhasson, csecsemőjét otthon hagyta a rossz asszony. Laszfia szűk útra benyomulni nem mert, mely a hegylábánál követi a tengert, nehogy a Taránti, ha kevés is népe, szárazon, vizen kárt tegyen seregébe. A hegyet is nézi, s erejét a szélnek, mely a hamut, füstöt, leszitálja délnek. Megijedhet attól az ember, az állat, ki olyat nem látott, s nagy zavart csinálhat. Megkerülé hát e füsttarajú hegyet, melynek tüze éjjel fölgyújtja az eget, s lefelé haladt a nápolyi mezőre, Szomma kicsi várát hagyva balon félre. Mikor elvonult már, csak utó csapatja valahátra, melynek dénes a hadnagyja, hát íme a kisvár olasz őrállói követ, nyilat mernek a nyakukba szórni. Csak leszökik, dénes, félre itt a lóval, utánam ki legény emberi hágcsóval, s maga rohan, fejét pajzsával védve, uglik is a falnál egy hosszú németre, akit ő tart zsoltban, s most a vállán tartja, míg a fal ereszét kézzel megragadja. De fejűről nagy kő németre zuhanván, ott függ vala dénes, egy csonka gerendán. Nem hazudok, mert nem az ujjamból szoptam. Jegyzet. Laszfi dénes tette történeti epizód. Szalainál. Várbeli több száznál rohaná rá ottan, láncsa veri vértjét, szekerce sisakját, ő mégse ereszti bal kezivel a fát, mi alatt a jobbja véd is, öl is, vág is, míg tiszta lesz a hely, és annyira tág is, hogy acélrúgás a hős ifjú inának, fölvetheti oda, hol elleni állnak. Ott hamar oly szérűt nyese vitézkardja, hogy bátran utána jöhet a csapatja, körül elfoglalni mind az egész párkányt, s kitűzni a zászlót, Laszfi fehér sárkányt. Eközben az atya lehaladt Nápolynak, ütheti helyét már Lajosnak, Károlynak, őrhada erendet e városban oszta, s magával a kisded árva királyt hozta. Kit is a nagybátyja fogad a lelkébe, veszi a dajkától királyi ölébe, nézi, hasonlít-e néhai öccsére, szíve sugja neki, hogy ez az ő vére. Öltözteti bársony aranyos ruhába, fényes követséggel indítja honába, szerető nagyanyja, hol gondját viselje, megölt fia helyett fiává nevelje. De különben Lacfit fogadá csak lanyhán, gyanúját szó nélkül egyre tovább fonván, hogy a hercegeket bocsátá a haddal, úgy tetszik neki, hogy késett akarattal. Szomma is ingerli, és ott a fehér sárkány, mintha csúfot tenne lilion virágán, de hallgat ezekről, s vele, a vezérrel, mint azelőtt, tervet, tanácsokat érlel. Gyűrűvel a várost körül ők hogy vonják, mindenfelül össze, holtra hogyan nyomják, vizet, élelmet hogy zárjanak el tőle, szorítva csak égi puszta levegőre. Laszfi javaslá ezt, mert az evőszájak megsokasodtak bent. Tetszett a királynak, bár maga hírszerző diadalért ége, s hogy legyen a harcnak röviden már vége. Laszfi tanácsában nem is levek ára. Belátta Lajos ezt maga nem sokára, mert szökni a zsoldos, s állani nem bérért, kezde által hozzá, csak puszta kenyérért. Ezek
Elmondák, hogy oda bent az ínség nőttön nő. Lovát már eszi az ellenség. Egymást, ha Lajos még tartja tovább zárva. A fehér zászlót hát bizonyosnak várja. Nagyítva beszélek, hanem a városban igazán nagy szükség, élelem is rossz van. Úgyhogy kiütöttan minden nemű korság. Eped a nép szomjon, s nagy a halandóság. Megpróbálta ugyan egyszer a Taránti, nem törhete délre, a Lacfi során ki, de visszaszoríták négy annyi erővel, sok leesett állal s vérbe borult fővel. Össze tehát gyűltek az urak néhányan Jakabhoz, ki volt még sebe miatt ágyban. Lajos, Fülöp, Róbert, Taránti vezérek, Károly, Lajos, Róbert, durazzó testvérek, mind királyi herceg, Lajosunknak vére. Kezdi a beszédet a Johanna férje. Jószerrel az őrség hogyan menekülhet, mert nagy az ínség, de nagyobb a rémület, ugyanis egy zsoldos, nyomba reá többek, kik minap a várba, s Génuából jöttek, ledobban az őrön, melyet éppen álltak. Pajtás is aznap mind, kik vele bántak. Hónuk alatt támad rút kelevény kéke, egy óra, egy-két nap, s az erősnek vége. Ilyettében a nép nem tudja, hova lesz, hogy a hírből hallott fekete halál ez. Rettenete szóra állt az urak közbe, csak egy hirtelen ész nem pihent a közbe. Károly szövi tervét, az idős durazzó. Hát csak feladásról lehet úgy mondani szó, hisz amennyire én ismerem a várat, van kifelé innen föld alatti járat. Igaz-e? A kérdést fordítva Jakabhoz, jól tudja pedig, hogy semmi remény ahhoz. Van, felel a várnagy, s vezet egy fülkébe, hol sebet orvosló Szent Január képe áll kicsi kápolna módjára egy dombon. Vár, s az ostromlók közt, mint egy középponton. Sarkon lefelé jár tetemes kőtáblas útat nyit. Az ellen a halál torkába. Inkább menekülnénk szembe kitöréssel, király sátra előtt, mit nyerünk eléssel? Közös értelemlőn feladni a várat szabad elmenésre, a kegyelmet várhat mind az egész őrség csupasz életével, s a magyar király ezt ígéri hitével. Csak maga Károly nem akarja letenni a fegyvert, nem akar földön futó lenni. Hagyni Kalábria fő-fő hercegséget. Tekervényes útat gondol ki e véget. Igaz, így szólítja Lajost a Tarántit, volt hűhó valami bajvívás eránt itt. Eldöntheti a pert a magyar királlyal. Még volna idő, de nem lehet a szájjal. Láng csapta föl erre a Taránti arcát. Testvéri kiáltják. Rokon, ez cudarság! Ki hiszi, hogy most már Lajos elfogadja? Vérem vett országát vissza nekünk adja. Taránti pedig szólt. Legyen, én kiállok a magyar királlyal, viadalt próbálok, nem is az országért, csak ennyi kevésért, fegyverrel, vagyonnal, szabad elmenésért. Jakab ellenzé, mert nem ismeri, mondta, azt a kezet, mely őt ide ágyba nyomta. Akarom ismerni. S ha mindennek vége, legyen legalább ott becsületes vége. Hírnököt aznap még külde üzenettel, vissza is a hírnök jött oly felelettel, hogy Lajos a vívást, igen, elfogadja. Nézze kimért helyről, mindkettejük hagyja. Közepütt bajmester,
Mindeniké álljon, három igazlátó is közel a tájon, olasz és magyar, kik a viadalt nézzék, slovagi törvényben igazán intézzék. Ezek a magyar, Kont, Bánfi, Bebek, három, olasz úr is annyi, széjjel a határon indultak keresni viadalra helyet, találtak is. Éppen Szent Január mellett. Semmi gyanút nem költ a kicsi kápolna, mintha ez a lesre alkalmatos volna. Mai élő ember kevés tudja eztet. Magyar és olasz vét előtte keresztet. De tudja Duradzó. S hívja legott Wernert, hogy venne magához 50 erős embert, nagyot ígérvén, ha éjjel a kápolna régi fedett útján oda béhatolna, hol a viadal majd közelesik reggel. Bántani azonban Lajos királyt nem kell, csak mutatni, mintha életére törne. Egy hajszála se lesz tette miatt görbe. Azután Lajosnak által üzen titkon. Törbe sietsz, hagyd te a viadalt, rokon. Ha elhiszi, s nem jő, nyert ügye van nála. Ha nem hiszi, s eljő, igaznak találja. Sok van a rováson, érezi szükségét, hogy megkoronázza hazudott hűségét, kegyelmet ezért, s ha most nem is országot, Endre fia mellett remél gyámolságot. Megütődött rajta Lajos eleinte, nem állni ki szégyen, mert már megizente. Kiállani? Ej, mit? Károly szava semmi. Tán csak gyáva nevet akar ő rákenni. Mert ha veszély volna, ő meg nem izenné. Inkább hiszi, csúffá, hogy örömes tenné, hallgat ezért erről, de vigyázó gonddal a lehetőséget megbeszéli Konttal. Fejét teszi rá Kont, hogy az lehetetlen. Puszta gyep. Egy nyúl sem bújna el ott lesben. Nézi a két tábor belül a két árkon. Nincs kopja nyíl onnét, mely annyira járjon. Kivonadva mégis, jó lovagok száza, forgós süvegét Kont mihelyest fönn rázza, száguldva repüljön, hogy urát megmentse. Senki nem is gondolt az öreg kőszentre. Kötve tehát fegyvernyugovás aznapra, s a kettős viadalt kitűzék holnapra, mit is a táborban megneszel a kobzos, s viszi a barátnak. Mit szól-e dologhoz? Toldi gyanítá, hogy nincs a sor őszintén. S hajnalba megindult, fel az árok mentén, kívül. Egyrészt, hogy a viadalt is lássa, de ha baj lesz, kell ott jó lova futása. Felbukkan a várt nap kéklőhegyek ormán. Két részben a két hat sort veszen egyformán, bajmesterek futvást ide-oda járnak, közepütt a bírák zászló alatt várnak. Oda néz minden szem, minden kebel elfúl. Minden fül a kürcót lesi már innen, túl. Megharsan az egyszer Kont jeladására, s két lovag egyszer s mind rohan a tusára. Páncél fedi testük, sisak az orcájuk, úszni levegőben látszik paripájuk, két lilium, két toll lebeg alá hátra, előre feszítve háromeles dárda. Megül a taránti, oda nőtt a lóra. Kengyelben Lajos áll, előre hajolva, s hátrafelé messze nyújtja ki jobb lábát, hogy rúgva is azzal lódítsa a szálfát. Már kőhajításnyi lehetett a távol, csak eléje lábát Lajos a rúdjával nyíl a jobb combjába sebesen fúródék, s láncsa tevő lába ereje feloldék. Ezt látva Taránti
kapja lovafékét, nem tudja, mi lelte nemes ellenségét, s bámul, hogy előre látja törni Wernert. Feddi kemény szóval, hogy jött oda, hogy mert? De német a szóra nem ügyel semmit se. Szalad emberivel, hogy körülkerítse s bosszút álljon végre magyarok királyán, maga szakállára, nem színre csinálván. Árulás! Üvölt Kont, s integet a száznak. Árulás! A bírák kardrántva vitáznak. Árulás! A magyar tábor riadozza, s veti, mint kopiát e szót az olasz vissza. Vágtat elő a száz ura védelmére. De vége Lajosnak, mire odaérne, ha barát, hogy merről, nem ügyelt rá senki. Ott nem terem, és a királyt meg nem menti. Veri le a zsoldost, közel ércbunkóval, szét is az ostorral, nagy ökörhajtóval, hogy dögmódra hever keresztül egymáson. Maga, Werner, eltűnt a sötét nyíláson. Kont veszi a százzal királyt védelembe, de már az olasz is indult vala szembe, mikor a lovasság kitörését látta. Elárult a magyar! Dühösen kiállta. Harc ottan az első közt iszonyú támad, s foly bele két részről mindig, had után had, még az egészségság úgy hánytorog attól, mint a sötét árvíz rút iszapos haptól. De nem a taránti viszi népét harcra. Sisak alatt lángol büszke lovagarca, érzi, hogy ez Károly embere és dolga. Szégyelli halálból, hogy így megcsúfolta. Érzi, hogy a vár is, ügye is ma vesztén. Kisiet a harcból, hamar utat vesztvén, s megered nyom nélkül egyenest rohanva Nápolynak a révbe, hol várja Johanna. Rést a magyar hat közt futni talált erre. Mit ügyel sívó harc egy ridege emberre, ki szorult kócsakként, leszakítva tollát ragad egy halottról, s tűz magyaros csalmát. Mindenki előre vágja magát karddal, mindenfele harsog a bosszús magyar dal, mindenfelül összép szorul a vár alja, sáncait magyarnak előzölni rajja. Ott a falon kívül, mint külön erősség, áll régi korostor, benne olasz őrség. Ugyanaz, hol Endrét orozva kiolták. Giléti fiúk ezt hárman ostromolták. Attyok akará így, s tüzelé dandárját, hogy odaszállítsa sebesült királyát addig is, míg a vár maga belesz véve. Nagy bút neki szerzett szomorú hűsége. Mert hogy a kastély már elvala foglalva, íme hozzák öccsét, s egyik fiát, halva. Domokost a fiát, meg az öccsét, Jánost. Képzelje akárki e jelenést már most. Maga a király is esetét megszánta, hogy kitevé öccsét, fiait, dorgálta. Felséges uram, szólt, inkább zokogáskép. Ha előre tudom, se cselekszem másképp. Urak így elhelyzék tiszta födött helyen, hol védve nyilaktól s hullókövek ellen, mert már beszorult az olasz őrség nagyja, s falairól most a viadalt folytatja. Nemhogy meg akarná tartani a várat, de tudja, halálnál egyebet nem várhat. Kívül is azonban a kapunál harc foly, melyekért az őrség eszeveszve harcol. Mikor aztán a hírt bevivék Jakabnak, hogy déli kapun már magyarok becsapnak, nagy kegyelem zászlót vontatott tornyára, s megadá a várost életre halálra. István, ki a harcnak vezeté erészét, percre megállítá had a betörését,
s fut a királyához, hova gyűlt egyszerre a többi vezér is a megadó jelre, megtudni, hogyan kell az olasszal bánni. Volt ki javaslá, mind Kardélire hányni, de Lajos megtiltja. Semmi se történjék, csak a kaput tartsák megszállva és védjék. Benyomulni nem kell, mert belül a várban, szökevénytől tudja, fekete halál van. Őrzeni a várat, mostanra elég ez. A többire nézve, majd ha üdül, végez. Táborral a várost keríték át övbe, haddal az elfoglalt kapukat megtömve, madár, ha keresztül, szellő, ha repülhet, vagy az illanó füst, más nem menekülhet. S mindjárt, sebe amint, enyhületet vészen, nem volt veszedelmes a ma húsos részen, Jakab esdeklőit bocsátja magához a király, s a várnép felül így határoz. Adja ki a várnagy, s még ma jelenjen meg színe előtt minden fejedelmi herceg, Taránti, Durazzó, Lajos úgy, mint Károly, hallani tetszését a maga sorsáról. Adja ki a zsoldos katonát is, Wernert, kit az áruláskor egyszerre megismert, azután az őrség lerakott zászlóval kivonulhat békén a rajta valóval. Öröm és aggódást ért ezzel a várba. Nagy öröm a népnek, mely a halált várta, zavar és aggódás a királyi vérnek, mint kiket úgy szólván halálra kikérnek. Lajos eltűnt, most ők lakolnak miatta. Wernert se találják. Károly eliktatta még a harc elején, mert így tanú nem kell, de szívesen ugrott maga is meg, Werner. Bíztatja azonban őket a Durazzó. Az egész dolog nem oly igen borzasztó, ismeri nagy lelkét a magyar királynak, rokonit nem bántja, ha elibe állnak. Ha a Johanna esnék kezibe, vagy férje, nem állana jót, hogy valami ne érje, de hisz ők mit tettek? S ha szólni találna, ő érte, megenged. Van érdeme nála. Lajos a Tarántit nem annyira bánta, nemes ellenfél volt párbajban iránta, de a zsoldos Wernert az iránt nincs mentség. Parancsolja rögtön, hogy előteremtsék. Csak midőn Jakab és a hercegek esdve bizonyíták, hogy nincs, keresték keresve, akkor valamit két engedve johádzott. Rokonit jobb szemmel tekinteni látszott. Ezeket rangjokhoz rendeli, hogy illőn, étellel, itallal meguralják kellőn. Lakják a kolostor egyik üres szárnyát. Tiszteletül őrök folyosóit járják. Jakabnak ajándék, s útra gyalog kója. A népnek adassék háromnapi zsoldja, s fegyvereket, zászlót kapunál lerakván, fegyveri közt nyisson utcát nekik István. Így ezek áldással kivonultak szépen, de félelem érzés az urak szívében. Mint a kalickás vad, ide-oda járnak, szökni lehetetlen, kegyelmet se várnak. Képzelhetni tehát, hogy ütődtek által, mikor a királytól sebe gyógyultával izenet jött egy nap, hogy örömpohárra rokonit ma este szívesen elvárja. Oszlopos és szellős írott palotának kapuján testőrzők elibők nyitának, belül is két oldalt állnak vala sorral, összvegyülvén, sok füst fogta szoborral, elülmene Károly, arca nagyon sápadt, látva körüle sok eleven kőlábat, ismeri a termet, hiszen ott dőzsöltek Endrével, kit azon éjjel meg is öltek. De megélett aztán rókamerészsége, magyar urak jöttek főhajtva elébe, kik ott
A királyra várnak vala többen, s rokonit uroknak fogadták legszebben. Lajos akará így. Most maga belépe. Mosolyogva jött, de homloka környéke, mint nap, ha alásüt fekete fellegnek, látszott-e mosolytól annál sötétebbnek. Lajos az asztalfőn, oldalt, s vele szembe a királyi vérség ült le szabott rendben, hátrább egy kicsinnél, s lentebb egy arasszal, magyar uraknak volt terítve nagy asztal. Ott Lacfi elől, s a püspök a zágrábi, Giléti, Bebek, Kont, Kanizsai, Bánfi, Szécsi, Druget, s mások ülnek vala többen, amint öregebbek rangban vagy időben. Nem tiszte alantnak olyat én szolgálat, hogy megénekeljen minden egyes tálat. Tudnivaló, hogy volt, sok is ottan, jó is. Drága nemes bortól megeredt a szó is. Kelj az urak előtt, csak arany, ezüst áll, hanem a királyé velencei kristály. Hátra nyújtván abba masszai bort töltett. Rémséges a jó kedv, mit arca erőltet. Herceg uram! Fordult szembe duradzónak. Állj mostan elébe, hamar-e szép szónak. Piroslik ez a bor, mint az öcsém vére. Így csapom a földhöz, e nap örömére. Elképed a vendég, magyar-olasz egyre. Haja durazzónak mered, és áll hegyre. Makog is, de torkán szava görcsbe fúlad, mire Lajosból így tör ki az indulat. Gasz herceg, ez óra, halálod órája. Te valál az első, emlékszel-e rája, ki a pápa szívét Endre ellen bírtad. Ím leveled róla, tagadd, ha nem írtad. Azután, hogy öcsénk nem királyi székhez jut a cinkosittól, gyalázatos véghez, nem te valál, aki vádolva Johannát siettél, hogy bosszunk ellen elovalnád? Hűséget ajánlál írott leveledben, míg azt, ki miénk volt végső rendeletben, Mária hercegnét elrabolált tőlünk. Azt hitted, ez a seb, beheged, míg élünk. Majd nyomozást kezdtél, farkas a juhok közt, hogy előlünk eltégy minden tanút, eszközt, miáltal a bűnnek megleljük a szálát. Igazán büntessük jó Endre halálát. S hogy bejövénk haddal, avagy Akvilánál nem te valál, haddal ki elébünk állál. Ki magad tettet vén ide-oda hűnek, akarád gyümölcsét szedni ama bűnnek? Leszakad egy gyümölcs, ma szakad le. Érett. Károly szemet égre fordít a fehéret, s bizonyítá esdő eskübizonysággal, hogy iránta nem volt szíve hamissággal. Eleve, hogy Endrét gyűlölte a pápa, vétett-e, hogy haddal béhívta jogába? Máriával úgymond bátran kele össze, miután Lajosnak más lőn eljegyezve. Színre Johannáért harcolnia kellett, de hadát szétküldé már Akvilla mellett. Bízom a Jézusban, vére nekem zálog, hogy nálad kegyelmet, irgalmat találok. Igen, eloszlattad Akvilánál serged, veti Lajos vissza, miután szétvertek, szaladtál, hogy üszköd szóri ellenem újra, hogy lángba boruljon lábam előtt, púja. Közelébb, hogy törbe csalnak, megizented, kiveté azt a tört. Nem a te bérenced? De veled én hosszan mit feleselgetek?
bíráid előtt állsz. Urak, ítéljetek! E szóra legények lekapák az asztal tetejét, amint volt terítve damasztal. Fekete alatta marad a felsőnek, feszületet arra, s egy kaponyát tőnek. Térdre az olasz hull kiki széke mellett. Magyar uraknál is szűkül a lehellet, csak néztek az egymás halavány arcára, de szavazni kellett. Életre, halálra. Életre ki merne, kezdi az utolsó. Jön fejebb és fejebb, az az egy komor szó, mint a haldoklónak elébb lábába áll, úgy csúsz, mind fejebb a komor hideg halál. Mikor a szavazás kerül utoljára Lacfi Apor István erdélyi vajdára, felálla nyugodtan, erősen, mint szikla, szava mérsékelt, de szemében egy szikra. Felséges uram, mond, a győző jogával kénye szerint bánhat a király fogjával, hanem ez ítélet a törvényben semmi. Bíró e dologban csak az önkény, nem mi. Lakomára jöttünk, minek-e feszület? Magyar, olasz ellen törvényt nem is ülhet, de ha úgy akarja, teheti felséged. Esedezünk mégis, bocsánata végett. Úgyé, Vajda uram! Komoran Lajos szól. Most értem a dolgot. Értem. Nagyon is jól. Meghagyom, e cinkost rögtön kivezessed, s magadé, ha kedves, fejét leüttessed. Lacfi az okszóval indul előre, vezeté durazzót a király testőre, megragadá vesszős fülep az ajtónál. Most a merész élet, nem egyéb, vértónál. Vajda jelentéssel mire visszatére, meghallá, hogy már kont a hat fővezére. Amiért kimondta vakmerően a szót, spártolta előbb is, bújtatta durazzót. Lajos ezt megtiltá, hogy el ne temessék. Ablakon a kertbe, oda alá vessék, hol temetetlen várt késő kegyelemre, mint utcai koldus öccse, szegény Endre. 12. ének. Ifjúsága beli több sok dolgairól én mostan nem szólok semmit, az többirül Ilosvai. Meglakolt durazzó, meg is érdemelte. De sötét, s kietlen Lajos király lelke, mintha most ocsúdnék, buta, nehéz borbul, oly érzés maradt fenn a bosszú mámorból, küszködik Károlyjal, sújt rá száz vádat, hanem egy hang mellette is támad. Nem tudja ez érzést ki hogyan törölni, ha feltámaszthatná, ha újra megölné, igazolja tettét, okra okot halmoz, egy fuvallat. Összedőle kártya halmoz, hogy veseig borzad a hűs fuvalom túl, de újra meg újra építi azon túl. Így reggelig ágyban szemét le se hunyta, akkor fölkelt, hogy majd enyhíti a munka, s asztalához ült, hol, mi nála szokatlan, nagy halomlevél gyűlt össze felbontatlan.
Figyelmét az ország vaskos irományi közt magára vonta kettő. Csak parányi, fekete pecséttel van mindegyik zárva. Nem hagyná az ilyet senki utoljára. Lajosnak az elsőn a címer, a zsineg, rajta vörös, arany és fekete színek, mely keresztül fogja, megmondá előre, hogy szomorúság itt vár rá, mint vőre. Úgy is lőn. Keserves szívből Károly írja, hogy szerette Jányát, elszerette sírja. És mivel, hogy már nincs, nincs az ő Margitja, a kötött szerződést a sors szétszakítja. Keserű mosolyjal vont Lajos rá vállat, s fölmetszi a másik, a fekete szálat. Gevaj, hogy elámult midőn, elolvasta előbb is az alján. Rozgonyi piroska. Majd, hogy végig futott szeme a levélen, az apáca sorsa megillette mélyen. Ez a vidor élet, midőn elgondolta. Érte nem csak Toldit, magát is okolta. Mikor ott meglátta először a kútnál, ó, ember, ha mindent így előre tudnál, bizony, a király sem játszott volna tűzzel, főben járó kockát, egy falusi szűzzel. Meghatál bár, amint Toldi pártját fogja, Toldi ellen most még jobban gyúlt haragja, s bár személyes hála szól piroska mellett, e percben nem adna Miklósnak kegyelmet. Igen, viadal volt, nem gyilkosság tette. Én tudom, miért vitt, rákényszerítette, trónomig üldözte. Már, akárhogy mossák, egy sincs a világon, ha ez nem gyilkosság. Ne legyen bajvívás, mentsük kegyelemből, és nem vad bosszú állás gyilkos szerelemből. Lajos itt megdöbbent, felkele, járkála, s parancsolta lovát a szokott sétára. Toldi György fiát kün látja meg véletlen, odainté, s egy szót vetené ki septen. Mondjad a bátyádnak! Nincs már ellenemre, ha jelenti magát nálam kegyelemre. Szólt, s tovább iramlék csettentve lovának. Anikó csak bámult. Mondja, ő bátyjának. Hol van az? Ő tudja, vagy a király tudja? Vagy csak fülecsenget, képzeli, álmodja? Meggyőződött róla, hogy igaz, nem álom. Vagy tudom, azt hiszi, vagy hogy feltalálom rejtekét Miklósnak, ím maga felszólít megvinni kegyelme első hírmondóit. Kegyelmes szavait hogy adom tudtára? Sietek anyjának megérni Budára. Nem! Magam viszem meg, ha szerint találom. Úgyis ide Miklóst már hiába várom. És kezde hallgatózni, táboron, mit hallhat. Tudakolni hazainduló alkalmat, ha menne valamely csapat vagy követség, hogy Bencével azt ők biztosan kövessék. Megtudá, hogy másnap ebédtájon reggel indul egy kíséret Fogoly hercegekkel, Visegrádra vívén, tisztességes rabnak. Szívesen mennek, hogy életben maradnak. Velük útra kelni, engedelmet kére. Megadá Kont Miklós, a hat fővezére. S Anikó örömmel a sátrába menvén szól Bencének, ki ott hűsöl vala renyhén.
Láss, Bence, utána hamar a két lónak. Buda felé útra eredünk már holnap. Háj, be jó lesz! Így majd hazajutunk térre. Kacag a leányc, mond. Mit beszélsz te félre, hiszen a tél elmúlt, tavasz fele járunk. Tudom, a gólya is hazajött már nálunk. Ugyan, hisz színét se láttam hónak, szánnak, a tele is kófic ennek a taljának. Monda, és egyenként tagjait fölszedte, legelőn a két ló, menni kell érette. Oda, ahol a tábor lovai legelnek, locsogó zöld réten, lányi folyó mellett. Meglelte, kifogta a magukét könnyen, de megakadt szeme a lovak közt egyen, szólt is neki. Pejkó! Az fülelt a hangra. Nem hagyom a gazdám jószágát, bitangra. Valaki ellopta, vagy akárhogy történt, szent, hogy ez a pejkó, s nem jött ide önként. Hazalopom én meg, s közelít vigyázva, mint zabos talisznyát, a süvegét rázva. Pejkó! Ne, ne, pejkó! Oly kezes az állat, hagy a néki csípőt veregetni, vállat. Mert hányszor itatta meg vakarta régen, fel is ült, a kettőt fogva vezetéken. De mihelyt a szőrén ülepedve fennlett, nosza futni pejkó fel a folyam mellett, karját a vezeték pányva majd kirántá. Pejkó, te nem arra! Fékezve kiáltá. Leugrani nem mer, nyaka szegnék mindjárt. Csak röhögi a ló szegény Bence kínját, neveti magában, tátos ravasz ésszel, hogy félve sörényét markolja két kézzel. Értek vala kunyhót, amely egy kúpnát hoz, benne meg egy ember, hasonló baráthoz. Két lábon a pejkó ott egyenest szökkent, s leteremté Bencét, földre. Csak úgy nyekkent. Mi dolog ez, pejkó? Ilyet sose szoktál? El akartak lopni? És te tolvajt fogtál? Dörgi erős hangon a barát, s hogy lássa, képpel az ott fekvőt gördít irugása. Bence, tápászkodva, nagyot ümget erre, dűjeszti szemét az idegen emberre. Megleltem a gazdám paripáját, hangját, mormog cihelődve, de maga hol van hát? Bence, az én volnék, hanem aztán hallgass, mert lesz ugatás, hogy kert alatt a farkas. Ki vagyok, mi vagyok, azt senki se tudja. Csak te, ha már itt vagy. Meg ez a rőt csukja. De te hol jársz itt? Bence fölös szóval elkezdi, miért jött, hogy jött Anikóval. Ne zavard egymásba, kit elül, kit hátul. Hívd ide, ha itt van. Megtudom magától. Bence nem is lőnrest ravaszul tudatni, ígért Anikónak valamit mutatni. Lenn a folyópartján, hogy a lelke nevet. No csak üljön lóra! Hazavitte menet. Anikót az újság hidegre is lelte. Eszébe is jut egy, az ifjú Levente, ki megszabadítá minap a veszélyből, kit azóta sem tud kiverni eszéből. Hát, ha csak azzal függ valami kép össze. Fölpattana gyorsan. Bence, tehát jössz te? És mire az esthajnal neki sápadt volna, rá is akadának a hegyes kunyhóra. Csóvált a fejét Toldi az ajtónál. Lánc hordta leánya. Helyre legény volnál,
De ne bámulj hát rám, Jer, ölelj meg szépen. Vagy letegyem ezt a mondva csinált képem, hogy levevi a szőrt, mely rőt vala borzas, pattant Anika rá, mint mágnesre a vas, kulcsolt a nyakára kezeit keresztbe, édes bátya urát csók árba feresztve. Aztán végese lett, hosszas-e a szónak, Toldi merész útján bámul Anikónak, hogy harcba is indult, most hallja csudára, hanem éppen megjött kobzos a tanyára. Ráismert Anikó, el is pirult mélyen. Nem idegen, Miklós biztatja, ne féljen, neki hű bajtársa, olyan hű, hogy ritka. Közös a kettőjük minden java, titka. Feddőszemet a jány vete az ifjúra. Nem, nem! Az a titok nincsen elárulva. Ugye, lovag? Toldi. Mi az, kérdi? Úgysegen e kettő egymás dolgát érti. Kobzos Anikó túl engedelmet nyervén, az odatapadt szó megerett a nyelvén. Toldinak elmondá a húga kalandját, azzal félrevonult igazítni lantját. Arra határozták. Anikó ott hájjon. Bence meg a kobzos más tanyát csináljon. Toldi Anikóval tartsa meg a régit, hol nem hamar érnék a beszédnek végit, de kívül megjajdul szeredai kobza. Epedő szerelmét a hang idehozza, hogy magát is Toldit meghatálnóta. Nem fájt így ez a seb, nem tudom mióta. Ezek így tanyáztak. A sereg azonban tesped a verszánál, henye unalomban. Sok témonda beszéd, sok Szófia támad, rossz jelek és hírek adván neki lábat. Elosztani Sergét falu, város szerte, sűrű halálhírtől a király nem merte, csak tartja rakáson, tábori életben, ott a kolostornál, messze kerületben. Hallja sötét hírét a nép e halálnak, minden egyéb korban feketét találnak, s kinek eddig nem volt hazamenő vágya, rögtön eszébe jut az otthoni ágya. Halni, ha már meg kell, ott akar ő halni. Pedig a halált csak meg szeretné csalni. Nem hiszi, hogy erém mindenhova kerget, akar egyes embert, akar egész Sergét. Most a hegy is, amely fekszik alant délre, rettenetes hajnalt derít minden ére, vérláng sugarakban szökőkutat játszik, négy mérföldnyire az táboron túl látszik. Megbőszül az állat, meg az ember ettől. Hullámzik a föld is alanti tüzektől. Repedez itt és ott, s rotyogással égő gyomrából pokoli bűzt lehel a kénkő. Rengés az öreg föld tetemeit rázza. Hamari közökben meg-megújul láza. Nem biztos a láb, hogy rajta egyet lépjen, mint mikor a gyermek hajlókázik égen. Udvarakél napnak, szivárványa holdnak, veszedelmes párák, csúnya felhők lógnak, senki a táborban lefeküdni nem mer, éjj tüzek mellett agg, s bomlik az ember. Hajrá! Ma vígadjunk, ma legyen egy jó nap. Ki tudja, ha élünk, s vigadunk-e holnap? Itt a világ vége, nosza, vegyük hasznát, mielőtt ránk omlik, vagy cserél új gazdát. S foly széltire immár lakozás éjente, bomladozott tábor régi szoros rende, a vezér büntet, de foganatja kétes.
mikor így nagy vádlott mindenki a vétkes. Elmúlt 3 napja, ma 4. este, hogy kidobva fekszik a durazzó teste, de király szemére még nem szállt le álom, csupa vívódásban telt éjjele 3. Ma korán elnyomta nagy tompa levertsége, kezdés az álom újítani testét, de nem üdül könnyen az elkínzott elme, kínjait álarcban hozza ismételve. Lajos előálmot valamicskét alván, kép álla eléje, dísztelen és halvány. Milyennek utolszor látta vala Károlyt. Nyaka mély sebéből ontva pirossá volt. És szóla, sóhajtván nehezet és hosszút. Király! A halálban sem szűnik-e bosszúd? Mire tartod még azt a nyomorult testet? Útra szegény lelkét miért nem ereszted? Johanna bosszúját most te be nem végzed. 4 férnek szánta őt az isteni végzet, mert igaz a jóslat. Ezek A-L-I-O. András, azaz Endre, Lajos, Jakab, Otto. Jegyzet, Marita Bitur, A-L-I-O, Alio. E bal jóslatot kihasználja fel, ha nem a népköltő. Durazzó lesz az is, rokonom, közeli. Testvérem fia, vőm, s nevemet viseli. Ki elfogja Ottót véres erős harcon, s kitől büntetését, elveszi az asszony. Így szólt, de Lajosnak, hogy veje miatt a jánya baja meggyűl, Károly elhallgatta, hogy Mária ellen koronáért lázad, s vére bemocskolja a királyi házat. Felriadt Lajos, de a kép nem enyészett. Imette is, rá még jó darabig nézett, felugrik az ágyból, nincs több nyugovása. Ablakhoz először mene, hogy ne lássa. Majd a sereg elszólt tüzei láttára, nyakba vetőt, olcsót teríte magára, lehaladt a lépcsőn, ki is a mezőre, közrendű vitéznek nézte saját őre. Ottan egyik tűztől a másikhoz átcsap, árnyékban, hol az éj összebúvik, s bátrabb. Itallal is olykor tegezve kínálják, senki nem ösmervén magyarok királyát. Több hely csak ivásba mennek elő, dalba. Rúgják is a port, meg a feketét falba. Másutt komolyabb már, kevesebb is a szó. Belé kerül a had, a király, durazzó. Nem, mintha valaki védné az utóbbit, hanem a boros nyelv gáncsol, okol, tódít. De kivált a lacfi, az erdélyi részen hangzik a szabad száj zúgása merészen. Lajos ott egy tűznél áll tovább, mert ez zúgolódók közt a kopzost megismerte. Ez is a hálátlan, gondolta és vár rá, ha vajon ennek is lesz panasza már rá. De a kopzos nem szólt. Csak csendesen üle. Annál teletorkubb vita folyt körüle. Lacfira mit tudhat a király? Mi vétket, hogy levevé róla a fővezérséget. Megalázta király, mond az egyik, hősét, hogy övé maradjon az egész dicsőség. De bíz, azért bosszús, másik ezen múlott. Haddal neki, miért nem fogja el egy nyúlat? Kár is a vezérnek lenni olyan hűnek,
hol az érdem fordul vissza rá bűnnek. Riad egy, s elmondja a királyfogókat. Lajos ma először hall ilyen zokszókat. Vártuk, a magyarnak most jön fel a napja. Hát csak olasz ez is, mint éppen az apja. S felkerül az eset a Feliciáné, s a lófarkon hurcolt ártatlan leányé. Kobzos is rápendít egy szomorú dalra. Király asszony kertje, kivirult hajnalra, írom, ám bár régi, kopott nóta, tudja fiatal, vén, 20 esztendő óta. Zács Klára nótája. Királyasszony kertje kivirult hajnalra, fehér rózsa, piros rózsa, szőke leány, barna. Királyasszony néném, az egekre kérném azt a rózsát, piros rózsát, haj, beszeretném én. Beteg vagyok érte, szívdobogást érzek. Ha meghalok, egy virágnak a halottja lészek. Jaj, öcsém, Kázmér, azt nem adom 100 ér, menj, haragszom, nem szégyelled, félek bizony gyász ér. Sietős az útam reggeli templomra, ha beteg vagy, hát feküdj le bársony pamlagomra. Megyen a királyné, megyen a templomba, szép virágok, deli szűzek mind követik nyomba. Könyörögne, nem tud imádkozni. Olvasóját hon feledé, ki megyen elhozni. Eredj, fiam Klára, hamar, édes jányom, megtalálod a térdeplőn, hanem a díványon. Keresi a Klára, mégsem akad rája. Királyasszony a templomban oly nehezen várja. Keresi a Klára, teljes egy órája. Királyasszony a templomban, de hiába várja. Vissza sem megy többé deli szűzek közé. Inkább menne temetőbe a halottak közé. Inkább temetőbe, a fekete földbe, mint ama nagy palotába, ősz atya elébe. Haj, lányom, lányom, mi bajodat látom? Jössz te, borulj az ölemre, mondd meg, édes jányom. Jaj, atyám, nem, nem, jaj, hova kell lennem? Hadd ölelem lábad porát, tapos agyon engem. Harangoznak délre, udvari ebédre, akkor mene Felicián a király elébe. A király elébe, de nem az ebédre. Rettenetes bosszúálló kardja volt kezébe. Életed a jányért, Erzsébet királyné. Jó szerencse, hogy megváltja gyönge 4 ujjáért. Gyermekemért, gyermek, Lajos, Endre, haj meg! Jó szerencse, hogy Gyulafi rohan a fegyvernek. Hamar a gazembert, fiaim, Cselényi! Ott levágták Feliciánt a király cselédi. Véres az ujjad, nem vérzik hiába? Mit kívánsz most, királynőm? Fájdalom díjába. Mutat a ujjamért szép hajadon lányát, nagy ujjamért legény fia borzasztó halálát. A másik kettőért veje lánya végét, piros vérem hullásáért minden nemzetségét. Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak. Isten ója nagy csapástúl mi magyar hazánkat.
Rossz időket élünk. Rossz csillagok járnak, harsok belehangja valamennyi szájnak. Azután megvirrad, kezdik a ma régit, de Lajos ennek már nem várja be végit. Hazatér bosszúsan, adja ki parancsba, hogy térdig a kobzost verjék neki vasba. Régi barát tömlesz fenekére vesség. Úgy sérti ez anyján megújult kisebbség. Reggel imádkozni mene harangszóra, odahol misét mond saját gyomtatója, Minorita János, kicsi kápolnában. S buzgón neki meggyont sekrestje zugában. Rettenetes állam bűnt vallani késztet, gyanakodás bosszú, ne talán fertőztet, tán lelkem a vértől sem egészen tiszta, melynek csöpjeit a föld odalenn issza. De leírnom, mit gyónt, nem volna erányos, megbocsátá bűnét, ami bűn volt, János. Sebeit megmosta, beköté balzsammal, ama fogyhatatlan égi irgalommal. Könnyebbedve Lajos tért haza, s nyugodtan követ, és az a hír fogadá már ottan, hogy Durazzó herceg özvegye, Mária, bebocsátást kér, s a tábor előtt várja. Megrezzent, de hamar össze magát szedte, s izené, hogy jöjjön, külde is érette. Nagy főembereket, püspököt és kontot, és kit az udvarnál szeme megpillantott. S jöve már sok hintón, jöve a tornácban, hosszú sor asszonnyal, földön úszó gyászban. Sűrű fátyol alól kiragyog gyémántja, jobban az, mi nem csak a szemeket bántja. Mintha nem is kérni, hódítani jönne, járása, megállta, szeme hulló gyöngye, a fájdalom, a bú, a harag is nála, mind hatalom, melytől növekedik bája. Tudja, mi történt, de mintha fogoly volna, kéri megölt férjét, mint egy számot róla. Kéri szabadságát, s teszi, hogy vár, remél. Mária, mond Lajos, hiszen férjed nem él. Szédülve hanyatlék asszony ölébe, majd dühösen ugrott Lajosnak elébe, nevezé tigrisnek, s minden fenevadnak, átkaitól még az egek is borzadnak, majd nagy zokogással könyre fakad ismét, kéri legalább a férje halott testét. Mostani fájdalom és régi szerelem hangján veti szemre. Miért tetted ezt velem? Miért tetted ezt velem? Lajos is így váltja. Mária, küld kissé asszonyidat hátra. Hűséged igaznak, bizonyosnak véltem. Szabadságot adál. Én csak avval éltem. Mária, Mária, ezt mondani nékem? Gyermekre valál-e? Te valál féltékeny? Te riadtál vissza egy puszta kalantól? Kit meg is üzentem, Lőkös Bertalantól. Ne tagad, hogy tudtad. Követem meghozta, micsoda játék volt az a merész kocka. Minőtt fejedelmek gyakor ízben vetnek vele az országnak, amit elérhetnek. Azután a frígy is visszára bomolhat. Vagy a lány sem tetszik, vagy elébb meghalhat. Mint ez esetben is hamar értünk olyast. Kell, hogy bizonyítsam. Itt a levél. Olvasd. Szólt, császár levelét feltartva elébe. Lobbot vete rögtön Mária bús képe,
Lajos pedig ismét. Ó, mire juttattál? Egy nyarat, egy ősz csak, de te nem várhattál. Most az a csábító lőn örökös gátunk. Boldogságom előtt sebes örvényt átong. Mindent a boldogság töröl. Az egy vért nem. Fátyolt emel a nő, s azt leheli. Miért nem? Tántorodást érzel Lajos e kis szóra, a szép közelarcra, szembe mosolygóra. Tán csókra is ajka látszik vala késznek, de kivillan fény homlokán az észnek. Visszaparancsolja ifjú tüzes vérét, megösmeri a nőt, Johanna testvérét. Ne felejtsd, hogy férjed tetemiért esd el. Ott fekszik a kertben. Mária, temesd el. Így utalá vissza egykori szent képét. Azt hitte, szívéből kidobál most végképp. De boldogan is majd visszaver az rája. Mária lesz első születendő jánya. Megadatá osztán férjét Máriának, teve tisztességet, mint királyfiának, zászlós hadipompa nápolyi kísérte, táborán misét is szolgáltata érte. Ettől fogva nyugodt fejedelmi kézzel fogja meg a gyeplőt, s egy percre se vész el, hogy az új országot jórendibe hagyja, hogy hazatérhessen seregének nagyja. Örült is a hírnek hadaszerte minden. Az zúgolódásnak inaszakat menten, már a haláltól sem remeg úgy, remélve, hogy ő lesz az egyik, ki hazajut élve. Kedvét a magyarnak már az is éleszti, hogy Lajos fejenként tudakolni kezdi, ki milyen jeles dolgot vitt véghez a hadban. Nagy könyvbe, hogy írja, 9 deák ott van. Nem marad el érdem, akárki fiájé. De tetézi mindet az apor Istváné, kire Lajos nem hall egyet a jónál. S gondolja, te ehhez háládatlan volnál. Vonata fel sátort, messze látó dombra, szépet nagyot osztán. Mit akar? Nem mondta, csak hogy egész hada másnap ebédtájon, körül a domb mellett négyszögbe felálljon. De mi meg amellett Toldit se felejtsük. Süveges kunyhóját még ma útba ejtsük. Mi dolog tábornál, hogy nem látja senki. Kegyelemre magát, hogy mégse jelenti. Igaz, hogy Anikó első örömében feledé sok szó közt, amit akart éppen, de másnap olyankor, csak ugyan megmondtam, mire Toldi vállát keserűen mondta. Jól tudom, ő király, én pedig egy féreg, de kérni kegyelmet tőle sosem kérek. Beszélhet Anikó, nincs több szavarája, csak az álladúzzad, s alul a tokája. Mikor aztán Bence hazajött rossz hírrel, hogy láncon a kobzos, beszélt is az őrrel, Toldi meg is rettent, dühös is lett szörnyen, elszánta magát, hogy szabadítni menjen. Stáboron át éjjel magukat kivágva, bújdossanak ismét a messze világba. Anikó Bencével úgyis hazatérve hírt vihet anyjának. Látta fiát, élve. De húga örökké, ne tegye azt, kéri. Kettejük ímerszen, ki tudja, mi éri. Hát, ha kegyelméből részt vehet a pajtás,
Ő érte, az anyja meghal. Azért meg más. Toldi nem állt még rá, de pörölt már szóban. S vala is úgy tetszett, nagy gondolkozóban, mikor úgy estenden jöve kunyhójához a király lobásza, Besenyei János. Toldi vitéz! Vesd le szőrcsuha foszlányod, szólt köszönés nélkül. Ezt küldi királyod, s hagyja neked! Holnap légy ott jelen ebben, hol serege gyűl majd négyszög kerületben. De amíg ezt mondá, az alatt szolgája leszette lováról, ami vala nála. Új sisakot, páncélt, ragyogóat, ékest, s egész lovagöltőt, mást is ahhoz képest. Toldinak ez mostan úgy jöve, mint álom. Nevetett és így szólt. Nosza, felpróbálom. Bevivé, és magára szedte a kunyhóban, hanem egy nincsem. Kard. Tudja miért? Jól van. Hétrét a nyakába veti karikását, köti rá, mint kardot, busa fegyvertársát, fejjel alá csüngvén, s azt mondja kilépve. Elmegyek. Így állok a király elébe. És bizony fura ésszel meg is tette volna. Ma legalább nem hajt semmi okos szóra, de mikor a hathoz közeledett másnap, nem mert neki menni egy nagy kacagásnak, hanem ostort, bunkót leszed a kápára, oda vegyült aztán, s hallgatta, szót várva. Körbefogták mindjárt testőrző baráti. Csupa kérdés, hogy vagy? És felelet, hát ti? Tudtuk, mi ki vagy te, régen megösmertünk. De király mérges volt, szólani nem mertünk. Folytak volna tovább efféle beszédek, de másfelé fordul arc, figyelem, érdek. Ropogó éjjemből közeledék utca, s mint mikor égzengés nagy szekerét húzza, királynak, ahol jő, hirdeti az útját, előtte a hírnök emel országbotját. Vele urak jönnek, papok, a vezérség, hátul a ma éppen felszolgáló őrség. Csak Lacfi, a vajda nincs ott az urakkal. Csapata élén vár, behambat haraggal. Most a király felment, magas trónra üle, mind állva maradtak az urak körüle, kürt szóval a hírnök sátor előtt jelt ád, s hangosan kiáltja Lacfi aporvajdát. Jöve az, s vontatva sátor alá lépe. De király a trónról leszálla elébe, fogadá hős fiát elején sátornak, atya koronázó híres nagy apornak. István tüzes arccal megindul a mélyen, de körül, bent és künt, ráharsog az éjjel. Mikor elhallgat, szólt meleg bizalommal a király, úgy bánván vele, mint rokonnal. Bátya, heves voltam, most kezedet kérem. Te légy ezután is, s ne különb, vezérem. Vagy királyul hagylak, ha maradsz képemben, hogy ez új országot vegyed és tartsd rendben. Tudom a hűséged, de meg is hálálom. Egyelőre, amíg jobb szerét találom. Tiéd legyen otthon, ha levelet osztok. Két szép uradalom. Csáktornya és Osztrog. Lacfi fejét hajtva hódol a féltérden.
kötelesség volt csak. Azt mondja. Nem érdem. Köszöni új tisztét, a helytartóságot, de nagyon áhítja szép erdélyi országot. No tehát, az öcséd maradjon, az Endre, hogy ezáltal is díszháruljon nevedre, szólt, s elereszté az örvendő urakhoz, maga Kont jobb karján vezeté azokhoz. Kürcóra, hogy ismét várakozás leve hangozott, s visszhangzott Toldi Miklós neve, vissza ezer szájból, tizedét sem mondva, s hogy elibe térdelt, a király ezt mondta. Vétkeztél, fiú, de lakolál is hétszer, uradat veszélyből kisegítéd kétszer, most ez övet kardot jár az oldaladra. Többször el ne veszítsd, úgy vigyázz magadra. S drága övet kardot neki által nyújta, ami azt jelenti, hogy már lovag újra, illeti, mint régen udvari tisztesség, testőrzőinek int, hogy helyre vezessék. Azután szemlélni a seregét fogta, csapatonként, főként, ahogy másszor szokta. Jó délige munka a királyt megtartá, hazamenet Toldit újra megpillantá. Intett neki fejjel, hogy hazakövesse. Toldi örült, mert már szerint módját leste, hogy jutna királlyal valamiképp szembe, ő érte, ha venné kobzust kegyelembe. Oda benn hát mindjárt könyörge alásson. Egy hűtársa van itt, hallja nehéz láncon, kivel együtt történt minden bújdosása. Ő felsége, hogy a bűnét megbocsássa. Igaz, a király mond. Azt szinte feledtem. Hozasd ide tüstént, s jöjjetek be ketten. Toldi meg is tére hamar a kobzossal. Ki vagy te, gazember? Fizetsz jóért rosszal? Nem a bosszú vit rá, csak ez a mesterség. Ordítanom kell-e farkasok közt, felség. Bár nekem etalban van szomorú részem. Hagyján! Életem itt lábaihoz tészem. Kobzos a királynak ad a ilyen választ, hogy kegyelmet nyerjen, sose hitte már azt, de Lajost ingerlé ez a fásult mentség. Nagy bűn lehet itt, vagy nagy szerencsétlenség. Szóla tehát hozzá újra szelídebben. Ki vagy, ifjú? Mondd el rövid feleletben. Bújdosol egy bűnért. Nekem azt vallottad. Mi az? Add elő most, ha élted, idattad. Bizalommal kobzos emelé királyra szép nagy kék szemeit, könyvpereg arcára, s hajtva le a földig összecsukló térdét, onnan alázat így kezdi beszédét. Barkóc volt az atyám fel Magyarországon. Barkóc faluban, hol megnyíl a világom. Zálcsnak egyik húgát bírta feleségül. Ezért hal a szörnyet, hanem ezt majd végül. Zálcssal együtt, atyám, míg Zálcs vele tartott, Mátyus uram mellett forgat vala kardot, egy kolos ellenben. Ura szomszédvárnak, vala híve Károly néhai királynak. Harcban a két kastély állt valahát mindig, de hogy atyám megtért, Zálcssal tudnillik. Kolos a házunkat bántani nem merte, régi bosszúságát odahazanyelte. Egy este Kolosnak
Az egész várnépet tör elé, sok porral hídunknak elébe. Felvonatál jókor az atyán, és kérdi. Nyílt harccal a békét, hogy mi okon sérti. Akibe zálcsvér nincs, az örüljön, éljen. De kibe egy csöpp van, folyjon el kardélen. Kiált Kolos, írást mutogatva messze, hogy király nevében atyám beeressze. Vet egy pillantást még szép hitvesére az atyám, és ránk is, hét fiú testvérre, kik közt a legidősbb is csak alig serdül, hogy mi nekünk veszni kellene fegyvertől. Nem, annyit se tud, mint ma született gyermek. Fegyvert szegez úgymond ellene fegyvernek. Kürtölteti össze hajdúi cselédjét, a kaput, a kastélyt, hogy halálig védjék. Maga elől öccse, hat kisfia talpon, s véres viadalra száll a veres alkony. Engem anyám ölbe szorongat a sírva. Kiskezem a kardot, mert még fel se bírta. Künt, iszonyú sívás, kardrecsegés hallik. Olykor egy-egy tűzfény hozzánk benyilallik. Egyszer atyám öccse berohan, hogy vége! Hívja anyám, fusson, engem kap ölébe. Futott is anyám, de visszafutott arra, hol urát meglelte, s hat szép fiát halva. Mi pedig a kerten nem látva, nem űzve szaladánk, emlékszem a szép piros tűzre. Ez régi bűnöm. Csak kegyelemért esdem. Büntesse Kolost a bosszú álló Isten. Birtokom elvette, családfám kivágta. Fogja meg a Barkóc név, örökös átka. Sóhajtva király szól. Most is ez a régi. Állj fel! De tovább nem magyarázta néki. Birtokod elvette, nem Kolos, a törvény. De kegyelmet adok, vétked letörölvén. Birtokodat már más, jó hiszemű bírja. Ki nevét faludról levelemmel írja, de ne félj, csak hűnek lássalak irántam, Melfi nevet, s címert már is neked szántam. Nevet és jószágot majd adok én, felség, beleszól a Miklós. Csak neki úgy tessék, s felséged is adja kegyes irományát, hogy fiúvá tészi Toldi György leányát. Micsoda, mond Lajos. Kit fiúsítatnál? Hisz van fia Györgynek, láttam is-e hadnál. Jányoz, felséges úr, jánya kőszülötte, s hírem tudtam nélkül, ezt meg is szerette. Noha jány, derék jány, méltó fiúságra, megadom. Bízá is levelét deákra, s eleresztvén kobzost, visszafogá Toldit. Ne csak, ez a levél te felőled szól itt. Által veszi Miklós, nem valami bízvást, hogy tud ő olvasni, de csak öreg írást. Olvasd neki, deák! Toldi odagörnyett, ejte is rá egy-két borsó szemű könnyet. Mikor a legvégső soraihoz ére, mi az? Kérdi Lajos. Azt nem vettem észre, s kivevi az írást a deák kezéből, kétszer is a négy sort elolvasta végül. Itt
ahol a szívek. Gondolkozott rajta, majd böki meg ujjal, mosolyog rá Ajka. Látszott, hogy az újság neki, újság nagyon. Elereszté Miklóst, hogy maga maradjon. Kimenet azonban szólt még a deáknak. Írjatok az érsek Telegdin csanádnak, hirdessen országul királyi kegyelmet, valakik bűnhöttek Felicián mellett. Hogy ne legyen többé, mire hazaérek, emiatt elzülve sehol is egy lélek. Törvényt is az ország olyat javasoljon, hogy apáért többé gyermek ne lakoljon. Toldit Anikó már s Bence kívül várta, s meghívta magához. Jó nagy az ős hátra, lakjanak ott együtt, kap ezen a kobzos. Ha-hó, öcsém! Más is szól még a dologhoz. Van anyám nekem, s a jánynak öreg anyja. Idegen vagy köztünk, még ő nem javalja, mond Toldi. Az ifjú laposat pillantott, s külön egy sátorban pengeti alantot. Már úgyse soká, mert folyan nagy készület, de szárnyon egy tábor, haza nem repülhet. A király, lám mondom, szedi, válogatja, mely részét vigye el, ott melyiket hagyja. Várakban is ül sok széjjel az országon. Váltani azt fel kell ki nemes, jobbágon. Rakni be zsoldost, vagy maga katonáját, ha nemes önként nem szolgálja királyát. Teszi tehát hírré Lacfi a táborban, ki akar hűségből maradni Nápolyban. S csuda ez, nincs több szó fekete halálról, csak a magyar névről és a derék királyról. Egy halállal mondák, tartozunk mindnyájan. Akar itt talál meg, akar otthon várjam. Fele is vagy több a Lacfi aporhadnak, a zúgolódók most versengve maradnak. Itt Lajos is halván, örvende felettébb, hogy szereti újra, mint másszor ez a nép. De nem fogadá el maradását annak, kinek otthon nője, gyermekei vannak. Mikor ez mind megvolt, indítá a tábort, megtaposá egyszer hadaival Nápolyt, onnan ereszkedvést Róma felé hajta, Nápolyban az Endrét Endre helyet hagyta. Hát mikor odaért Róma közelébe, két mérföldnyire már jönnek ki elébe. A tribún, ki ismét jutott hatalomra. Jegyzet. Tribunus cum Romanis potioribus, mondja a krónikánk. Higgyük el neki, s ne tudjuk-e percben, hogy Rienzi csak jóval későbben tért vissza Rómába. A tanács özönnép, s fogadák hódolva. Odaben harangok evvivá zúgának. Nevezék őt nagynak és Róma urának. Szállásra vivék egy pompás palotába, kit úgyis üresen hagyott volt a pápa. Gyászhírt legelébb ott hoza egy követje. Anyja Budáról azt Erzsébet küldötte, hogy csecsemő Károly nincs már a világon, temetését várja régi Visegrádon. Elbúsulta magát Lajos igen rajta, mihelyt egyedül volt, nagyokat sóhajta. Így az egész bosszum véres buborék volt. Elpattana, most már helye csak egy vérfolt. Más követi aztán érkezének vissza, kikre a Johanna elleni pört bízta, hogy azt Avignonban újra fölvetessék, pápával a gyilkost újra ítéltessék. Ezek azt hozzák, hogy pápa feloldotta,
Megvala bűvölve. Mit csinál, nem tudta. 300 000 jó aranyat hát adjon Johanna Lajosnak, országa maradjon. Johanna követi jöttek is valóban. 3000 aranyt hozva foglalóban. Se 300 000 aranya, se 3 nem kell. Öcsém vérét nem adom el áron, szólt a király, és ment Péter búcsújára, aranyat 4000-et téve ott oltárra, s még aznap üzent is Lacfinak, Endrének, hozza maradványát utána Sergének. De mi Lajos királyt lassan ne kövessük. Gondolat egy szempény. Budára mi vessük, hol Toldit az anyja, hírt kapva levélben, várja szegény, s fél, hogy meghal örömében. Hallja, hogy az udvar készül le Segesdig, a király elébe. De nem indul estig, mert a királynénak árt nappal a hőség, aki reggel indul, egy nap az elsőség. Hol van az a Segesd? Bíz, utána járok. Nekem is van fiam, kit nehezen várok. S küldi öreg Bencét tudakolni mindjárt. Bence hazatérvén azt mondja, azt mondják, menni Fehérvárnak, le a Balatonnak, Somogyvár felé kell, nem messzi van onnat, fogját szaporán be, ami nagy csodára hamar meg is történt, úgy kisebédtájra. Bence szokott módon hajtana, lepti be, de füleit folyvást, riadást tölti be. Hajts, kocsis, nem tiéd sem ostor, sem aló! Akarva se tud most lenni, nagyot halló. Így mire az udvar, ők is odaértek, nép is a vidékből összegyűlt, temérdek, és már a toronyból lefelé kiáltják, hogy az elődandárt közeledni látják. Erre királyné az udvara járókkal indul ki a gyepre, aranyos hintókkal. Maga ült az elsőn, s őrzsike mélázva, feketében, mint már leendő apáca. Ősz érsek utána, mint képe királynak, azután sok hintó, nincs vége sorának. Falusi szekér is mennyi maradt hátra, ki fiát, ki férjét, ki rokonát várta. Mikor elnézték az elejét a hadnak, hát nagy tárogatók, obolyok riadnak, zászlós kopjáktól a levegő tarka, maga a király lesz már ennek a magva. Sárga lován jött is elül a seregben, anyja látására szíve nagyot rebben. Odaugrat mindjárt, kezeit csókolja, meg az ajkát, meg a csonka kezét újra. Azután, hogy őrzsét vele megpillantá, mosolyogva csípte meg az állát, s mondá, beszép vagy ma, te bús rózsája Budának, mi messze kereslek, s mi közel talállak. Dicsérve az anyja hozzáteszi, jó is, amiért eljegyzé már a megváltó is. De nem addig van, de nem ám, ha mondom, hanem erről többet majd beszéljünk otthon. Majd otthon, vagy elébb, szemmel is, az úton. Mi lett a beszédből? Akar itt megsúgom. Megszereti Bosznya fejedelem jányát, neki ajánlá fel szíve adományát. Hosszú időn boldog leve őrzsikével, nem is országolt már hirtelen elmével, hadait nem vitte kalandról kalandra, amit ésszel győzött, nem ereszté kardra. Hanem a királyt én bocsátom előre, elég nekem Toldi a hátra levőre. Kit az édesanyja vigyázva a szörnyen, szeme is kaprodzott és lábad a könyben, annyi ezer nép köztán észre se venné, Toldi is az útját haza bízvást tenné, de alatta Pejkó nyerít egyszer, tombol,
Vissza ismerős hang nyihogott egy hámból. Arra tekint Miklós, hogy ugrat is arra, elhiszi az bárki az első szavamra. Vele Anikó is, Bence is. A vendég érzi csupán hátul, hogy ő idegen még. Ott hamar az egymás nyakába hogy estek, arról ugyan képet én hiába festek. Se, hogy szóhoz jutni nem bírtak a szótól, mint szűk edény szájon víz, ha igen tódul. Kiörülvén magát, s meg újra, ügyet vete most az idegeni fiúra, s halva fiától, hogy útitársa, régi, fogadá szép szóval, kezet ad a néki. Bencét is az öregasszony megölelte, hogy Anikójának jól gondját viselte. Mondd, apja, kevélyen, mert én tanítottam, gyenge vesszőcskémet jóra hajlítottam. Toldi Anikóval anyjukhoz ülének, Bence meg a kobzos, a lovas legények úgy mennek Budára, mint egy menyegzőre. A vége is az lesz, gyanítom előre. Legalább az úton Miklós meg az anyja súgva beszélnek, hogy Anikó ne hallja. Nem is ő. Kivált, hogy félútra sem érve, kobzosnak is jut hely az öreg szekérbe. Buda már ott lévén, Toldi anyja nevet. Kétszer ilyen hosszú volt ez az út, menet. Zengő citerával kinn a kapus várta, de kapuja úgy van, mint este bezárta. Tedd le, csiríz, azt a cincogó micsodát! Vagy magam szálljak le kaput nyitni? Na hát! Bence a kapusra az öreg így mordul, s nézte, ha nézik-e, mikor ő befordul. Így Toldi, elérvén budai otthonát, szegre akaszthatta bujdosása gondját, szegre a nagy buzogányt, a paist, az ostort, melyeket ő harcban még ezután is hord. Az öreg kámzsát is pihenőbe tette. Oly durva daróc ez, hogy a moly sem ette. Majd felveszi később, 40-50 évvel. Ha magát is már holt számba feledték el. Anikó meg visszaalakulván nőnek. Most látja a kobzos, kit szeretett ő meg. Ha eddig a báb volt, most a szép pillangó. Ha eddig szerette, most a feje bangó. Meg is kérte rögtön, Stoldiné kiadta gyűrűvel, a gyűrű helyét változtatta. Nem irigylé, Miklós, de feszült a dolmány maga bús szerelmét, ehhez elgondolván. S bárha piroskáról se halla, se kérde, mióta Budán van, szíve sajog érte, hiszen azt se tudja, éle, ha levajjon. Bizonyost mégsem kérd, nehogy mástól halljon, hanem ajtót húzván a szerelmes párra, kiosont estenden a Duna partjára. S karját evezőnek négyszer-ötször vetve, átrúgja magát az Apáca szigetbe. Ott a kolostornál kémleli, hogy lásson fel is az ablakra, be is a szűk rácson, ha elébe a sors ne piroskát hozná, csak egy olyan szűzet, ki hasonló hozzá. Mint hiába, hátra kerül a kert megé, fala nem volt, csak mély öles árok szegé. Odabenn, a fák közt, Toldi megpillantott valami keresztet, s domborodó hantot. Átlépi az árkot csak kicsi ugrással, látja, kereszt kettő,
Az egyik írással. A másikon semmi, csak Jézus betűje. Térdre borult mindjárt azelőtt a fűre. Mikor olvasóját rendre leolvasta, ABC betűkkel Amazon olvasta, hogy ez a gyászos sír, a rozgonyi pálé, ide fájt a szíve, jó leánya mellé. Piroska zuhant most körül a keresztre, kebléhez szorítva, záporba föröztve, csókolta, ölelte azt a hideg szirtet, míg vele a nagyján valamit enyhített. De tovább is egyre zokogott bánatja, mindmikor a sírást el a gyermek hagyja, majd szemeit törlé, s a csillagos égre fölnézve sokáig, így szólal a végre. Tiszta vagy, ott is vagy. Hiszem erős hittel. Oda vársz, meggyógyítsz, boldog szeretettel. Addig soha e szív, asszony ne ösmérjen. Fogadom, s megállom. Isten úgy segéljen. Most kele. Négy gödröt vájt neki jó kardja, két keze markával földjét kikaparta, felrántva tövestül négy fiatal fűzet. Ezek árnyékolják az apáca szűzet. Jegyzet. Az eredetiben a 104. szakasz után még ez a versszak következett, aranya végleges szövegből kihagyta. A négy fűz elárvult, sarjaitán élnek, ma is. Oltalmában fejdelmi személynek. Ki, hogy a szép sziget rászáll idővel, beszövé nagy múltját, virányos jövővel, s hagyta, hogy a környék agfülemüléje éneke utolját ott elzengicséje. Azután hallgatva ott várja halálát. De kövessük Toldit és a regeszálát. Hogy látta mindezt a kolostor népe, ki tudja. Hiszennek 530 éve. Lehet az, hogy látták, vagy meg is ismerték, de megháborítni a nagy hőst nem merték. Amely úton jött volt, azon is ment vissza. Piroska torát már szomorúan issza. Piroska torában szerelme utóját. Együtt az Anikó vidám készfogóját. Nagy faluba másnap, és leszalontára készülni Anikó nagy lakodalmára. Új boron azt mindjárt, tudom, meg is ülik. Meghív a reája mind, akiket illik. Toldi felajánlálták palotaházát, nyomtatni lehetne abban úgymond búzát. Mellette a szalmát felrakni kazalba. Három vármegye is eltáncolhat abba. Csak ugyan, egy napra gyűlt is a vendég, és három vármegye lett, Bihar, Arad, Békés. Ennyi csak a hívott, át még a hívatlan, ki ha szépet múlat, teheti bántatlan. Amelyik ellenben részeg vagy garázda, no, abból a násznagy a lelket kirázza. Toldi az a násznagy. De ha békén hagyják, szótlan az asztalfőn öntözi bánatját. Hitre az új párt kis templomba vezették, melynek Toldi adá aranyos keresztét. Azután kezdődött lakozás, múlatság, hogy a mennyasszonyt is rendre megugrassák,
majd a párnatáncnak következvén sorja, legény is, leány is, a térdvánkost hordja, keres egyet, csókért leteszi elébe, megforgatva kissé, az marad helyébe. Anikó fehérben, mint egy virágos fa, ott forog, a vánkost feltartja magosra, lesi csalfa szemmel, kit hívjon, ne hívjon. Csókra, nász nagy uram, ne csak mindig vívjon, mondom én, mondd Toldi. Férfi kell már ennek, olyan asszony ez, kit jó, ha sűrűn vernek, csókra magát mégis táncra is elszánta, halkan, öregesen. Nász nagyos annyi járta. De a mulatságnak már vége szakadjon, Toldi a háznéppel magára maradjon. Hadd rendelje el, hogy ki hajszra, ki csára, anyja nagyfaluba, ő maga Budára. Kobzos a várkastélyt Anikóval bírja, nevét maga, míg él, szalontárul írja. Ha fiok lesz, az már György legyen, és Toldi. Anyjának a másik fiat is pótolni. Ami úgy is történt, gyarapodott névvel 300 esztendőn át, mindenik évvel, nem is hagyta Miklóst homályba borulni, a nagyfalusi és szalontai Toldi. Szolgálta királyát, majd a fejedelmet, kinek én ezt írám tört címere mellett, zárt sisakon, spajzson kézbe kivont kardú, nagyfalusi arany, szalontai hajdu. Egyéb dolgairól hű Toldi Miklósnak, nem érzem magamat énekkel adósnak. Könyvbe se olvastam, nem is tudakoztam. Csak ez egy munkámmal igazán tartoztam. Daliás időkről, mit még barna hajjal kezdtem, s félbehagyék küzdve korral, bajjal. Most, mikor ag lettem, hajam is fehérül. Ím hol a bús ének. Toldi szerelméről. Vége a Toldi szerelmének.